Ingyenes, egésznapos programokkal várják december 3-án és 4-én a Nyíregyházi Állatparkba a vendégeket. A nagy színpadon többek között a koncert és Mikulás anyó buborék sója lesz látható. Az India házban berendezett családi fotósorokban pedig nem csak szelfizni lehet a Mikulással, de jelmezek is várnak a vállalkozó kedvű gyermekekre és szüleikre. Izgalmas kezdeményezés az, hogy a Nyiregyház Álpak nem csak a 35 hektáros területén mutatja be az állatokat, hanem programokkal kedveskedünk a gyerkőcöknek, December 3-án és 4-én a nagy Mikulás kaland várja az ideérkezőket. Tematikus helyszínek és izgalmas programok várják a vendégeket, és van egy különleges térképünk is, és most én is ő megnézem, hogy milyen programok állnak a rendelkezésünkre. Például a nagy színpadnál a Hóangyal fog koncertezni, a Mikulás anya buborék sút fog bemutatni, a Candylandben barangolni lehet a nyalánkságok birodalmába, a varázslókat is meg lehet tekinteni a misztikus környezetben a Viktória házban. Aki a tradicionális karácsonyra kíváncsi, az a falusi betlemet látogassa meg, de lesz például szombaton almakóstolás, meg annyi nyalánkság is. a grincs világát is meg lehet tekinteni valódi grincsel. Szelfizni is lehet, az India házban a Mikulással, és a vállalkozó kedvű anyukák, apukák vagy gyerkőcök be is öltözhetnek karácsonyi hangulatú kosztümökbe. Lesznek varázslatos trópusok, ahol annyit elárulok, hogy a cápát is meg fogja látogatni a Mikulás, és természetesen nem maradhat el a menő, manós, fókasó sem. A Mikulás a cápát is meg fogja látogatni, de lesz menő, manús, fókasó és megannyi kaland tette hozzá Révész népet Zsuzsa. Jegyek már elővételben válthatók, de a helyszínen is vásárolhatók, a belépéskor pedig Mikulás csomaggal kedveskednek majd a gyerekeknek.